Nem volt könnyű év az idei, és a következő sem ígérkezik könnyebbnek, összegzett Tamás Sándor Kovászna megye tanácsának elnöke. A nehézségeket eddig is és a jövőben is felkészültséggel és eltökéltséggel ellensúlyozzák. Utak, hidak, kórházak, hulladékgazdálkodás. Ezek a Kovászna megyei tanács legfontosabb feladatai. Ami például a hulladékgazdálkodást illeti, három szék az élvonalban van. Ám ez az intézmény működteti a 100 fős öreg otthont hídvégen, és mintegy ezer száz árva gyerekről is gondoskodik. Ez utóbbiak esetében, ha törék, ha szakad, ha van kormánytámogatás, ha nincs, elő kell teremteni a mindennapi működéshez szükséges pénzt. Fejlesztésre uh nagyon chaotikus volt az idei évben a kormányzati támogatási rendszer, éppen ezért igazából a nagy, nagy ügyeket azt az Európai Uniós támogatási kereteken belül tudtuk elindítani. A kormányzati támogatási hiányokat egyébként nem csak uniós pénzekkel pótolták, hanem helyi, költségvetési forrásokat is felhasználtak. Ami a jövő évi terveket illeti, Tamás Sándor hangsúlyozta, Székelyföld területi autonómiájának politikai eszközökkel történő előrevitele az első és mindenek előtt való Célkitűzésük. Nem csak a háromszéki előjárók, a szilágy megyeiek is támogatják Kelemen Hunor szövetségi elnököt egy újabb mandátum megszerzésében. Az alakulatot 2011 óta irányító Kelemen Hunor tíz napja jelentette be, hogy megpályáz egy újabb elnöki mandátumot az RMDSZ 2019 februárjában rendezendő kongresszusán. A szövetségi elnöki tisztségre pályázóknak 2019. január 8-ig kell iktatniuk a jelölési dossziéjukat.